Drobnyik Lajos tiszakálmánfalvi termelő is nagy érdeklődéssel látogatott el az előadásra, hogy újabb ismereteket szerezzen, melyek megkönnyíthetik a termelésben való munkáját. Halljunk valami újakat, hogy hogy küzdjünk, harcoljunk, ami nem megfelel, ugye az újabb magok, a permetek, a minden más, mennyi műtrágya, hogy mint csináljuk, hogy rentabilis legyen a mi munkánk. A mezőgazdaságon belül különösen a növényvédelem olyan ágazat, amely rendkívül dinamikus és számos kihívással jár. Bagi Ferenc egyetemi tanár az aktuális problémákra és ezek megoldásaira mutatott rá az előadásában. Számos növényvédőszert kivontak a forgalomból. Na most persze ez termelői szempontból jó hangzik, mert végeredményben a növényvédőszerek mérgek. Azonban gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy vitéz kezéből, akinek eddig volt buzogánya, kardja és íja, kivették a buzogányt és az íja, és csak a kardja maradt. Úgyhogy csökkent azoknak a növényvédőszereknek a száma, amit használhat, és több tudást, szaktudást, odafigyelést igényel gyakorlatilag a megvédje vetését. Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár arra mutatott rá, hogy milyen lehetőségek lesznek elérhetőek a termelők számára 2024-es évben a mezőgazdasági támogatásokat illetően. Nagyon sok olyan 50% körüli és 50%-ot meghaladó visszanemtérítendő támogatások vannak a mezőgazdasági minisztériumban, mindolyan berendezésre, fölszerelésre, gépre, utána kapcsolatú eszközre, meg a gazdáknak ugye fontosak ahhoz, hogy tudják végezni a munkát, és természetesen a növényvédelmi felszerelésekre, berendezésekre is, és gépekre is. Az ilyen és hasonló előadások célja az, hogy újabb ismereteket nyújtsanak és segítsenek a gazdáknak a klímaváltozás során kialakuló problémák megoldásában.